harmadik vadmacska kereső expedíció. Próbálok idős erdőrészleteket keresni, és vadmacska hangokat lejátszani. Hát, ha válaszol egy példány. Egyelőre semmi eredmény. De találtam néhány szép idős tölgyfát. Itt van ez. Hiába nyávogtattam a telefont, egy vadmacska sem válaszolt. Közben egyre sötétebb van, ideje valami táborhelyet találni. Áll a sátor, a teamécses pedig egész otthonossá teszi. Arról nem is beszélve, hogy kb. 30 watt meleget termel. Sok ember van, akik úgymond szeretik a természetet. És hogy közel kerüljenek a természethez, járműre ülnek, és ez marad a nyomukban. Kihasználva ezt a csodálatos tavaszi időt, egy könnyű nyári sátrat állítottam fel. Ez nem más, mint egy szúnyogháló menedék, ami fölé egy ponyva lett kifeszítve. A szúnyogháló sátorból csodálatos kilátás nyílik az egész vidékre. Nem érezzük úgy, mintha elkülönülnénk a természettől, hanem azzal szinte egyé válunk. Ha a nap felszárította a ponyvát, mindig teregessük ki a hálózsákot. Az expedíció harmadik napja. Indulok a kameracsapdákat ellenőrizni. Kíváncsi vagyok, hogy a kameracsapdák ez alatt a két éjszaka alatt milyen felvételeket tudtak készíteni. Az első kameracsapda ebben a fenyvesben van. Úgy néz ki, mintha ez egy elpusztult fenyves lenne, de ez csalóka. Ezek vörös fenyők, amik lombhullatók. Túlságosan korán van még ahhoz, hogy zöldeljen ez az erdő. De mire itt lesz az igazi tavasz, itt minden gyönyörűségesen szép zöld lesz. Az első kameracsapdának a helye. A kameracsapda valamilyen kisemlőst észlelt. Itt lehet majd látni. Ott van. Itt ment el. Nézzük meg, mit vett föl a másik kameracsapda.